Kemény üzenetet intézett Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz Jökö, Rowling brit író, a Harry Potter könyvek szerzője. Rowling a Twitter oldalán reagált az orosz államfő pénteki nyilatkozatában, amelyben azt állította, hogy jelenleg a nyugati országokban épp olyan eltörléskultúra zajlik Oroszországgal szemben, mint ahogy Rowlingot is megpróbálták ellehetetleníteni, miután a transzneműekről tett néhányak által kritizált megjegyzést. Nem félti magát J.K. Rowling, ha a véleményéről van szó Jökö, Rowling és 150 más híresség állt ki vélemény szabadsága mellett. Rowling a közösségi oldalán azt írta, a nyugati eltörléskultúrát kritizálni nem éppen éldomos egy olyan embernek, aki halomra öli a civileket, csak azért, mert ellenállnak neki és bebörtönzi azokat, akik ellenvéleményt fogalmaznak meg. Critics of Western Cancel Culture are Possibly Not Best Made By Those Currently Slaughtering Civilians For Crime of Resistance, or WHO Jail and Poison Their Critics. Istandvit Hukraine https://2.per/anitz5aiw/jkrowling/march25/2022. Rowling ez utóbbival egyértelműen Alexej Navalnyira gondolt, a poszt alá meg is osztott egy tavalyi BBC cikket az orosz ellenzéki börtönbe zárásáról. A politikust épp a napokban ítélték 13 év börtönre az orosz bíróságon. AFP. A moszkvai bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélte Alexej Navalnyit. Navalnyi egy Moszkvától keletre fekvő börtönben ül a feltételes szabadlábra helyezés megsértése miatt. Putyin a pénteki televíziós beszédében arról értekezett, hogy a nyugat megpróbálja a teljes orosz ezeréves kultúra eltörlését. Véleménye szerint például olyan orosz művészek is áldozatául esnek ennek, mint Csajkovszki, Sosztakovics, vagy még sokan mások. Túltolja a nyugat az orosz ellenes tiltakozásokat, már Gagarin is nem kívánatossá vált az orosz ellenesség a hétköznapi orosz emberek elleni atrocitásokban is megjelenik március. Jökö, Rowling egyébként többször elítélte nyilvánosan Oroszország Ukrajna ellen indított háborúját. Ő maga is adományozott a harcok elől menekülő gyermeke megsegítésére. A segítség fontosságára ismét felhívta a figyelmet közösségi oldalán.